Van szerencsém újból nagy tisztelettel köszönteni a Futsal Hungary nézőit. Sárga mezben a hazai csapat, a legenda, a magyar futsal élő legendája, sőt, régebben úgy nevezték vírusa, Rubeola, zöld főső, fehér nadrág, zöld sportszár pedig a vendégegyüttes, az FTC Fischer Klíma összeállítása. A harci zaj következik, első fejezetben a zöldektől, majd a Rubeola. Ez az. Az a helyzet, hogy hát nem kell a tévét javítgatni, mert a hazaiak, a sárga mezesek gyakorlatilag 10 emberrel állnak ki, miközben a Fischer Klímánál hát azért bőségesen, pontosan kétszer annyian, hát nem kétszer annyian, de 16-an szerepelnek a keretben, és hát megnézzük a kezdő formációt a hazai együttesnél. A Rubeolának egyébként különösebben nem megy jól a sora, itt van az alap induló ötös: Varsányi Áron, Nehéz Krisztián, Dauner Kristóf, Milavec Kevin és Józsa Tamás. A választás nehézsége Tóth Gyula. Hát a Rubeoláról azt lehet tartani, hogy a magyar labdarúgás legendája, Tóth Gyula pedig a futszál, az egyetemes futszál élő, eleven és mozgó típusa. 13-asban ő az FTC kapusa. A zöldek kezdő ötöse jöhet a kínálatból, és íme a látvány: Tóth Gyula, Rábold Rihárd, Büki Baltazár, Cseri Gergő és Bognár Bence. Gyorsan akkor a keretben lévő játékosok. Nyilván most a Ferencvárosnál tartunk. Bajusz Szabolcs, Gellérfi Sándor, Öreg Laki Norbert, Fekete Róbert, Hosszú Ádám, Gergely Gyula, Fülöp Viktor, Lőrinc Máté és Jenei Krisztián. A vezetőedző pedig Roni, aki ugye az Aramisnál volt játékosként is sorba véve, illetve edzőként is. A Rubeola tartalékai: Horváth Norbert, Érsek Róbert, Víz Fülöp, Oswald Dániel és Fischer Zsigmond. Rettenetes nélkülözés közepette Jenei Otto vezetőedző, Sranc Balázs és Gasz Viktória gyúró, mert hogy Husz Attila sípcsontrepedés miatt nincs. Horváth Szabolcs a válogatottból már sérülten tért vissza. Keresztúri Márton, az előző nagy legendát övezte, most már legenda szót éppen hatodszor használom, szóval egy óriási mérkőzésen piros lapot kapott a Dunafer ellen. A túloldalon a hiányzó közé tartozik Temesi Norbert, vele kapcsolatban különböző hírek kaptak szárnyra, de hát maradjunk annyiban, amit Roni a vezetőedző mondott, hogy most ebben a pillanatban hát az ő játéka nincs meg a pályán. 3 perc játék után egy helyzet a csömörieknél, és egy rábolt próbálkozás a túloldalról. Ott az első gól! Rábold Rihárd a jobb lábával, ami tudva lévőleg nem a, hát hogy mondjam, ez a 4. perc volt. A futszál csodafegyverével csőrrel lehet megoldani. Fischer kivette róla a labdát, Fülöp, Fekete indulhat, mellette Gergely, Fülöp lövőcsele, Fekete lövőcsele, nem jó, Víz, Horváth, begurítás, egyenlítés! Fischer Zsigmond! 13. perc! Óriási gyönyörűség volt, ahogy Víz előre kilépett a labdával, elvesztette a Ferencváros középen, Víz Fülöp gyönyörűen vette észre Horvátot a jobb kezénél, ő pedig tök önzetlenül a kicsit kisodródott helyzetben lévő Fischer Zsigmondhoz passzolt a labdát. 1-1! Agyin-agyin! Baltazár. Érsek, jó, hogy nem fogyott le egy centet sem, mert hogy róla lepatott. Cseri! A horvát egyébként nem örült ennek különösebben. Megmondom az őszintét, hogy eltalált engem is egy labdát, olyan, mint hogy egy fagolyóval rúgtak volna meg. Jól vette észre Horváth a kavarodást! Megvan a vezetőgól! Öreg Laki Norbert! 14. perc. Időkérés a Rubeolától. Az a helyzet, hogy hát ennél a szituációnál jócskán megzavarodott a Rubeola védelme, és hát Varsányi ugye leült a földre, belekapott még a labdába, de a kapufáról bepattant, Öreg Laki a vezetést elhozta a ferencvárosiaknak. Elő van még Fekete, Józsa, ó, az jó passz lesz volna, ha egy kicsit több erőt közöl a labdával. Milavec.
Ott az átadás lehetősége! Fischer! Megvan az egyenlítés! Őrült egyéni hiba! Józsa Tamás! Fischer volt az, aki szépített. Nem? Józsa Tamás lőtte a gólt, és Fischer volt az, aki hát egy picit körbe került a labdával, de körbe került a labdát. Szóval az a helyzet, hogy 16. perc, 2-2, Józsa Tamás. Ben volt. Én szerintem nem volt kint, bár Futó Tamás közelebb állt az esethez. 10 másodperc, Bognár, egy kapuralövés kellene a végére. Tök egyedül vihette végig a labdát, szétnyílt mindenki. Bognár góljával, 2 másodperccel az első félidő vége előtt vezetés a vendégeknél. Megint egy hatalmas védelmi hiba. Hát a büntetőzést, illetve a hibákat kihúzta Rubeola. Hát olyan gyermetek hibák követtek el itt ennél a harmadik gólnál, hogy ez szinte tanítani való. Nos, akkor 2-3 az állás, egy kis pihenő következik. Mert hogy elég lehetetlen helyzetben kap labdát. Érsek! Érsek gangolása, középre viszi, szemben a kapuval, 3-3! 3-3! Érsek Robert! Hú, mekkora gólt rúgott! 34. perc! Bognár! Büki! Józsa észrevette, Horváth roboghat, egy az egyben, Horváth, elvitt a csőr! Horváth Norbert! 4-3! Gyönyörű akció volt! Horváth elővette a vadászbelsőt, és csőrrel a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. Érsek! Józsa hátul. Most kéne megbecsülni ezt az egygólos vezetést a Rubeola játékosainak, és nem ilyen ostoba, hát mondhatni, elemi gólt kapni. Érsek! Hátra! Varsányi! Fischer, nagyon nagy gurítás, Józsa! Bent van! Ott van! 5-3! 5-3! 5-3! Fischer Zsigmond! Annak ellenére vezet a Rubeola, hogy 10 emberrel játszanak. Annak ellenére vezet a Rubeola, hogy 5 hibát gyűjtöttek össze. Igazi villámháború, és ott látható a köménymag. Időkérés Roni részéről. Változott a helyzet. Most Bognár irányít. 3 perc, 2 gól a csömöriek előnye. Fekete, üres a kapu, itt van a hiba. Büki, 5-4. Büki Baltazár góljával szűkült a differencia a két csapat között. A Rubeola irányába 5 hiba, a Ferencvárosnál 4, a hátralévő játékidő 2 perc, 52 másodperc. Itt a vége! Itt a vége! 5-4-re győzött a Rubeola a Ferencváros ellen! Hó, de nagy parádé! Megcsinálták 10 a csömöriek! És hát... Fischer egy kicsit korán lépett a pályára, második sárga lappal kiállította őt Futó Tamás játékvezető. Korai öröm! Fischer most kérleli erőteljesen a játékvezetőt, hogy az nem így volt. Hát akkor ugyan visszatér majd Keresztúri Márton, de Fischer Zsigmond a következő mérkőzést kihagyja. Szóval a gólszerzők a mérkőzésen a 4. percben Rábold Rihárd gyönyörű lövéssel
szépített. Fischer nagy lendületből egyenlített. Öreg Laki Norbert 14. perc 2-1. Józsa Tamás 2-2-re hozta. Bognár egy nagy enyéni szóló után 3-2-re alakította az első félidő állását. Aztán a második félidőben Érsek szépített 3-3. Horváth Norbert 4-3. Fischer Zsiga 5-3, és aztán Büki Baltazár 5-4, ez lett a végeredmény. A futszál labdarúgó bajnokság 10. fordulójában a végeredmény. Rubeola FC Csömör 5, FTC Fischer Klíma 4. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, remélem jól szórakoztak. Csodálatos élményben volt része azoknak, akik figyelemmel követték ezt a bajnoki mérkőzést.